Ebben a videóban Jennifer Lopez és Ben Affleck ikonikus kapcsolatának történetét fogom bemutatni. Megismerheted, hogyan és mikor ismerkedtek meg egymással, mi vezetett a különválásukhoz, és hogyan találtak újra egymásra néhány évvel ezelőtt. Beszélünk majd az újraélet szerelmükről, a házasságukról, és arról is, hogy jelenleg hogyan áll a kapcsolatuk. Jennifer Lopez és Ben Affleck szerelmi kapcsolatának története egy igazi hollywoodi mese, tele szenvedéllyel, kihívásokkal és újrakezdéssel. A két híresség 2002-ben ismerkedett meg a Gangster Román című film forgatásán. A kettejük közötti kémia azonnal nyilvánvaló volt, és nem sokkal később hivatalosan is egy párként léptek a nyilvánosság elé. A kapcsolatuk azonban nem volt mentes a nehézségektől. A médiában való állandó jelenlét és a folyamatos figyelem komoly nyomást gyakorolt rájuk. 2002-ben eljegyezték egymást, és egy pompás esküvőt terveztek, de a túlzott sajtó érdeklődés és a kapcsolatra nehezedő nyomás miatt végül 2003. szeptemberében lefújták az esküvőt, és nem sokkal később bejelentették a szakításukat. A szakítást követően mindkét sztár külön-külön folytatta az életét. A színésznő Marc Anthony énekessel házasodott össze 2004-ben, és 2 közös gyermekük született. Ben Affleck pedig Jennifer Garner színésznővel alapított családot, és 3 gyermekük született. Mindketten a saját karrierjükre koncentráltak, Lopez továbbra is sikeres énekesnő és színésznő maradt, míg Affleck elismert rendezővé és színészé vált. Lopez 2014-ben elvált Marc Anthonytól, és több kapcsolatba is belebonyolódott, amelyek végül kudarcot vallottak. Ben Affleck házassága Jennifer Garnerrel 2015-ben kezdett megromlani, és 2018-ban hivatalosan is elváltak. A színész alkohol problémákkal is küzdött, és többször is rehabilitációra szorult. A sors azonban úgy hozta, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck útjai 2021-ben újra keresztezték egymást. A régi érzelmek ismét fellángoltak, és hamarosan újra egy párként jelentek meg a nyilvánosság előtt. Kapcsolatuk újabb fejezete gyorsan haladt előre, és 2022-ben egy meghitt ceremónián összeházasodtak. A pletykák szerint Jennifer Lopez és Ben Affleck házassági szerződése számos szigorú kritériumot tartalmaz, amelyeket Lopez állítólag Affleck elé állított, hogy biztosítsa kapcsolatuk stabilitását és hosszú távú boldogságát. Az egyik legfontosabb feltétel a hűség és elkötelezettség. A színésznő nagyon szigorúan ragaszkodik a hűséghez, és azt várja el Bentől, hogy teljes mértékben elköteleződjön a kapcsolatuk iránt. Ennek megszegése súlyos következményekkel járhat a szerződés szerint. A színész korábbi alkohol problémái miatt a házassági szerződés másik fontos pontja az alkohol és drogmentesség. A színésznő elvárja, hogy férje, Ben Affleck tartózkodjon az alkoholtól és a drogoktól, és részt vegyen rendszeres terápiás üléseken, ha az szükséges. Emellett Lopez nagy hangsúlyt fektet a családdal töltött időre, és a szerződésben szerepel, hogy Afflecknek rendszeresen és aktívan részt kell vennie a családi programokban és eseményekben. Ez magában foglalja a gyermekeikkel töltött minőségi időt és a közös családi nyaralásokat is. A színésznő számára az egészséges életmód is kiemelt fontosságú, és azt várja el a férjétől, hogy kövesse ezt a példát. Ez magában foglalja a rendszeres testmozgást, az egészséges táplálkozást és az általános jólétet elősegítő szokásokat. A kommunikációs problémák elkerülése érdekében a szerződés előírhatja a rendszeres párterápiás foglalkozásokon való részvételt is. Lopez és Affleck számára fontos, hogy nyíltan és őszintén beszéljenek egymással a kapcsolatukról és a felmerülő problémákról. A házassági szerződés valószínűleg szabályozza a karrier és a családi élet közötti egyensúly megteremtését is. Lopez elvárja, hogy Affleck ne hagyja figyelmen kívül a családi kötelezettségeit a karrierje miatt, és mindkettőjüknek közösen kell megtervezniük a jövőbeli munkabeosztásukat. Ezek a pletykák ugyanakkor nem megerősítettek, és csak találgatások alapján kerültek nyilvánosságra. Az igazságot csak Lopez és Ben ismeri, és bár a házassági szerződések gyakran tartalmaznak ilyen típusú kritériumokat, a nyilvánosság előtt nem erősítették meg ezek valódiságát. A jelenlegi helyzetük azonban nem mentes a pletykáktól és a találgatásoktól. Bár házasságuk eleinte idilli volt, mégis a média különböző problémákról számolt be már a kezdetektől, amelyek a kapcsolatukat érintették. Egyes források szerint gyakori vitáik vannak, és mindkettőjük elfoglalt karrierje miatt kevés időt töltenek együtt. A pletykák szerint Jennifer Lopez nehezen viseli Ben Affleck korábbi alkohol problémáinak esetleges visszatérését, míg Affleck frusztrált lehet Lopez karrierjének intenzív időbeosztása miatt. Különböző életstílusaik is nehézségeket okozhatnak. Lopez energikus és aktív életmódja, valamint karrierjének intenzitása szemben állhat Ben nyugodtabb, visszavonultabb életszemléletével. Emellett a féltékenység és a bizalomhiány is problémát jelenthet, hiszen mindkét fél féltékenységgel és bizalomhiánnyal küzdhet, ami tovább rontja a kapcsolatukat. A pletykák szerint a média folyamatos figyelme és a nyilvánosság elvárása is nyomást gyakorolnak a párra. Ez a külső nyomás további stresszt okozhat, ami hozzájárulhat a kapcsolatuk megromlásához. Ezek a pletykák azonban csupán spekulációk, és egyik fél sem erősítette meg hivatalosan a válás szándékát. A rajongók és a média továbbra is figyelemmel kísérik a fejleményeket, remélve, hogy Lopez és Affleck képesek lesznek megoldani a problémáikat és boldogan folytatni közös életüket. Ez a történet nem csak egy híres hollywoodi pár kapcsolati hullámvasútját mutatja be, hanem azt is, hogy a szerelem néha a legváratlanabb pillanatokban találhat újra egymásra, és hogy minden kapcsolatnak megvannak a maga kihívásai, amelyeket közösen kell leküzdeni. Bár számos találgatás látott napvilágot, egyelőre nem tudni, hogy a sztárpár csak médiafigyelmet akar, vagy valóban a válás szélére került a kapcsolatuk, de úgy vélem, hamarosan kiderül.